Abban az időben mennyektől tartottak a Galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak. Töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta, honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, és szemébe vetette. Először mindenki jó bort adja, csak amikor meghittasodtak, akkor az alávalót. Te meg mostanáig tartogatod a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a Galileai Kánában. Kinyilatkozta a dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Mai mottunk, fogytán volt a bor. A gyerekeket szokták kérdezni a felnőtteknek, mik szeretnének lenni, ha nagyok lesznek. Öcsém még 10 évesen lehetett, amikor rávágta. Vendég. Okos választás. Vagy mégsem. Minden eset a jegyes párnak szoktam adni az előkészítő lelki gyakorlatot, azt a feladatot, hogy játsszák el a kánai menyegzőt. Jó felkészülés ez arra, hogy majd leendő házas életükben is jelen legyen Jézus. Akár, mint vendég. Jó gyakorlat ez. Másképp élem meg a felelősségemet, mint násznagy, mint szolga, mint vendég, vagy egyes pár. A játék megkönnyíti a szereposztást, és hát életünkben valamikor minden szerepe sor kerül legalább egyszer. A legbátrabbak Jézust játsszák el. Ebben a sztár szerepben nem csak a pár ismeri meg jobban önmagát és egymást, illetve környezetüket, hanem az ember is valós kapcsolatát az Isten emberrel. Tudunk valamit kezdeni hatalommal, amit Isten ad, vagy, mint a Mindenható című amerikai filmvígjáték hőse, felőtlenül játszadozunk vele? Valljuk be, nagy a kísértés. Mi mindent kell figyelembe venni? A rokonság érzékenységét, meg annyi normát, saját félelmeinket a felelősségtől, és így tovább. Érdemes hát meghívni Jézust és Máriát jeles ünnepeinkre.